És hova menjen? Mondtam, azt mondják, hogy nem érdekli őket. Mit csinálnak? Ott tart az asszony, hogy... Tessék már abba hagyni, mert olyan sok van róla, nem. Ott tart az asszony, hogy felszólították, hogy pakolja össze a személyes holmiait. Mikor megkérdezte, hogy hová vigyék, azt mondták, hogy őket nem érdekli. Hogy hova menjen, őket nem érdekli a továbbiakban. A lakás csak a lakásról van szó. Csak a lakásról. Nincs, hát ez nincs benne a végrehajtásban. Tehát akkor itt lakhatnak akkor arra. De hát most... Melyik nincs végrehajtás? Az üzlet. Az üzlet, értem. De a ház az végrehajtás alatt van, ugye? Köszönöm. Az üzletnek maradt. És akkor nem jött a végrehajtó, hol a végrehajtó? Itt van az. Odébb áll. Nem lehet. Nem lehet. Nem mekkora adóssága van a követelése? A bannak korimban mennyi a követelése? Sok. Körülbelül mennyi? És hogy jött össze ez a 3 millió? Hát, mert nem tudtam fizetni, tetszik túl, ez az igazság. Ugye az üdlet sem úgy megy, mint ahogy kellene, és mert nem tudtam fizetni a kölcsön. Értem, köszönöm. 3 millió van a hölgy. De azt tudni kell, hogy fizeti a hölgy folyamatosan. Igen, meg a nyugdíjamat vonják. Igen, tehát vonják a nyugdíját a mai napig. A nyugdíjamat vonják, a nyugdíjamnak az 50%-át vonják. Tehát fizeti a adósságot. És amióta válság van, azóta megemelkedtek a törlesztő részletek. Köszönöm. És azt nem tudja fizetni. Igen. Köszönöm.